Sziasztok, Nagy Violetta vagyok, Lazulsok Tortaiskola. Lányok, mi van akkor, ha nincs otthon kész színes masszátok, fonnad masszátok, ráadásul kis mennyiség kell, úgyhogy nem is lenne érdemes egy nagy csomagot kibontani. Használjátok a festékporokat, jó? Vagy akár a pasztákat is. Én most egy ilyen speckó színt akarok kikeverni, mert hogy ugye a bogyóknak is ilyen színe lesz, úgyhogy a fondantot is szeretném, hogy ilyen színű legyen. Ugye a kivi selyempor és a napraforgó sárga ételfesték porból meglátjuk, hogy a házi fondant mit alkot. Keményítő a barátunk. A házi fondant az egy ragacsosabb állagú massza. Itt akár porcukrozhatunk is, hiszen egy rakla porcukor van benne. Nem árt neki. A gyáriaknál nem szabad porcukrozni, lányok, mert az életben nem veszi fel, és ott maradnak a foltok benne. Alakul. Én meg alakulok hozzá, hogy hozzátapadok. Jó, én ettől sötétebbet szeretnék. Vagy nem tudom, hogy szeretnék-e sötétebbet. Nagyon magány színe van. Gyúrjuk teljesen egy neműre. Én ezt nem piszkálom tovább, lányok. Készen van. Nagyon vagány. Jó, lányok, ennyire egyszerű. A kubacsoknál lesz sokkal látványosabb a bogyóknál, sőt, van benne sárgás, és ugye van benne egész zöld színű is. Ilyen helyes kis neon színű lett. Sőt, itt a fényességét ugye még az aranyszaténnal értem el, de hát ugye ez egy más technika. Jó, lányok, jó vásárlás, és hadd szóljon az a boszorkány torta. Sziasztok!